Az elmúlt években több a Mözsi városrészt érintő fejlesztés is megvalósult Tolnán. Az egykori Gödörtér helyreállítása és az ottani játszótér kialakítása, a Zöldkert utcai óvoda és a temető ravatalozójának felújítása csak néhány a sorból. A város önkormányzata ezek mellett az utak járdák helyreállításához is komoly segítséget kínált. Anyagot adtak azoknak a helyieknek, akik vállalták, hogy a házuk előtti szakaszokat felújítják. A jövőben pedig újabb járda és útfelújításokat terveznek itt. Azt tervezzük egyébként, hogy a következő évben már a Jövőnk Energia Térségfejlesztési Alapítvány, amit ebben az út járdaépítéses ablakba be tudunk adni, abból a Szent István utcát, hogy legalábbis annak egy részét, nek a járdáját szeretnénk felújítani. Fejlesztés pedig most így zajlik a Mözsi város részben. A Szent István ház civilházzá átalakítása éppen folyamatban van. 5 évvel ezelőtt adtuk át ezt a gyönyörű épületet, ahol most vagyunk, a Mözsi kulturális központot. Én azt gondolom, hogy ez a mözsieket szolgálja, és elég kihasznált is ez az épület, és hamarosan átadásra kerül itt a mellettünk lévő civilház. A civilház felújítása 55 millió forint állami támogatásból valósul meg. Ebben az épületben kap helyet újra Varga András könyvhagyatéka, illetve a civil szervezetek közösségi terét alakítják itt ki.